Hangos és izgalommal teli szavalatoktól, vastapstól, dicséretektől volt hangos szombaton, május 11-én a Nagygalom-falvi Kultúrotthon, ugyanis az idei a 22. alkalom, hogy megszervezték a fától fáig verstől versig nevet viselő versmondó versenyt. Az esemény kezdetekben helyi szintről indult, a nagy érdeklődésnek köszönhetően idővel megyeire, majd regionálisra növekedett, néhány éve pedig országos szintű, színvonalas rendezvényként szervezi meg a helyi iskola vezetősége. 1566. május 11. az iskola első írásos említésének a dátuma, és Kányádi Sándor születésnapja pedig május 10-e. És akkor ezt már összekötöttük, iskolanapokat szerveztünk, akkor kezdtük mondani a kányádi verseket, és akkor innen kiindult, tehát egy kis helyi versenyből mostanra országos versennyé nőtte ki magát. Mi küldetésünknek tekintjük azt, hogy minél több gyerek mondja a kányádi verseket. Ez a verseny már 2022-ben országos rangúvá vált, akkor még online szerveztük meg. 2023-ban itt már élőben volt, és akkor most már másodszor van élőben országos verseny. Az idei rendezvény az eddigiek közül is kiemelkedik, ugyanis úgy a héttagú zsűri, mint a színpadra szánt alkotások és azok előadásmódja páratlanok voltak. Szombaton 65 diák mutatta meg a nagy érdeműnek, hogy Kányádi emléke és költészete ma is él. A versenyünk három szakaszos, ősszel meghirdettük a versenyünket, és minden benevező iskolába ajánlottunk egy helyi szakasz, tehát egy előválogatással indult. Osztályonként egy tanulót fogadhattunk a megyei versenyre, és ott ez helyileg eldőlt. Volt, ahol szépen megszervezték, egy kis kányádi verseny volt szervezve az iskolákba, és akkor így osztályonként egyet fogadtunk a megyei versenyre, ami február folyamán zajlott, ez online kiadásban volt, felvételeket küldtek be, nagy volt az érdeklődés, 535 felvétel érkezett minden magyar lakta megyéből, és a megyei szakmai zsűri ebből választott ki 65-8. Osztályos tanulót, akik az országos versenyen itt élőben Nagygalom-falván képviselték az iskolájukat. A zsűri elnöke dr. Botházi Mária egyetemi adjunktus, ő a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikáció, közigazgatás és politikatudományi karának a munkatársa, ezen kívül író, publicista, és nagyon sokat segített nekünk, úgy gondoljuk, hogy emelte a verseny színvonalát, a személyisége, az ő munkássága. A zsűri alelnöke Dáni Szilárd, magyar szakos tanfelügyelő, a Hargita megyei tanfelügyelőség részéről, ő nagyon sokat segít nekünk. A zsűri tagok között pedig Szilágy megyéből érkezett Almási István, Petőfi Sándor általános iskolából Fülöp Anna, Szent István általános iskolából Ígyés Ildikó, a Szent Iváni Mihály általános iskolából Nyárád Gálfalváról Kolozsvári Zoltán, és Székely Emese pedig a Kányádi Sándor általános iskolát képviselte. A tanintézmény számára egy hatalmas feladat volt az esemény megszervezése, azonban most is bebizonyították, hogy évről évre nívósabb eseményt tudnak szervezni. Az idei év különlegessége a nagyszerű szavalatok mellett az volt, hogy az amerikai és a magyarországi Kányádi Sándor nevet viselő iskolák diákjai is csatlakozhattak online formában, ezeket a szavalatokat pedig a diákok díjazták. Így, hogy elérkezett hozzánk a felvétel, a gyermekek a költészet napján április 11-én megnézték, és ők döntöttek, minden osztály kiválasztott egy kedves versenyzőt, és annak az osztálynak volt a díjazottja, az ötödik osztálynak meg volt a díjazottja, a hatodiknak, és mind így, és ennek igazából az volt a lényege, hogy közeledjünk egymáshoz, kányádi költészetét így is továbbadjuk, és ápoljuk, tehát hogy ez is összeköti. A rendezvény célja évről évre kettős, a megmérettetés mellett Kányádi költészetének ápolása a fő elv.
nem a versenyen van a hangsúly, tehát így van meghirdetve, de valóban Kányádi költészetének az ápolása és a továbbadása a lényeg, és ennek rendeződik alá minden mozzanat a versenynek, tehát most az országos verseny Kányádi szavaival indult, egy régi felvételt játszottunk be az egybegyűlt közönségnek, és az adta meg az alaphangot, és ahogyan felépül, amilyen szempontok mentén szervezzük, mind ezt támogatja, tehát a verseny csupán eszköz nekünk, a fontosabb rész az, hogy Kányádi költészete az éljen tovább. A díjazások során az 5., 6., 7. és 8. között is külön dobogóra állhatott az első három, illetve minden korosztálynál külön díjakat is osztott a zsűri. A szavalatok mellett kulturális műsor színesítette a napot, majd Kányádi sírjánál koszorúzással rótták le tiszteletüket a jelenlevők. A rendezvény megvalósulását a Kommunitás Alapítvány, a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központ, Nagy Galamfalva és Székelykeresztúr polgármesteri hivatala, székelyudvarhelyi cégek és székelykeresztúri kulturális intézmények támogatták.